közjegyzőkre vonatkozó reformot sürget a Mi Hazánk mozgalom. A Mi Hazánk mozgalom átfogó pénzügyi reform keretén belül a közjegyzőkre vonatkozó javaslatai is vannak, mivel a cinkos közjegyzők épp oly részesei voltak a devizacsalás elkövetésének, mint a többi résztvevő. És a közjegyzők azóta is, mintha sorozatosan és tudatosan sértenének törvényt, amikor a devizacsalás törvényesítéséhez asszisztálnak, vagy egyéb követelésekre bocsájtanak ki végrehajtási okiratokat. Rengeteg lakossági panasz érkezik arról, hogy közjegyzők úgy állítanak ki közjegyző okiratokat, hogy annak vagy nincs jogalapja, vagy elévült a tartozás, vagy az adóst nem a megfelelő lakcímén keresték föl. A jelenlegi jogszabály szerint a közjegyzőnek nem kötelessége a követelés jogalapját megvizsgálni, jogszerűségét, így akármilyen mértékű és jogalapú tartozást is törvényesíteni tud a közjegyző, ha nem mond ellent az adós. Márpedig ellentmondással élni több esetben sem mindig tud, vagy nem képes az adós. A végrehajtókhoz hasonlóan alakul nekik is a bevételük, így őket is mi hamarabb non-profit szervezetté kellene tenni. Fontos említést ejteni még a díjszabásukról is, mivel a kormány már többször emelte a különféle cselekményekért bekérhető összeeket díjakat, amik gyakran nem arányosak az elvégzett munkával, így azok mérséklése is szükséges. Az otthonteremtési támogatások igénybevételéhez szükséges közjegyzői díjat ugyan a kormány csökkentette, illetve maximalizálta annak a felső határát, de ez nem teljes körű. Így javaslatunk alapján a lakáshitelezésben, jelzálog hitelezésben meg kell szüntetni a kötelező közjegyzői jelenlétet, részvételt. Ha furcsán is hangzik így első hallásra, de mégis van európai példa, több európai országban is egyébként a jelzálog hitelezésben nem részese a közjegyző, és teljesen függetlenül zajlik le tőle bármilyen hitelfolyósítás. Különféle jogi eszközökkel vagy digitális eszközökkel ez egyszerűen kivitelezhető nélkülük a különféle jogügyletek végbe menetele. A Mi Hazánk mozgalom továbbá kezdeményezi, hogy a fizetési meghagyásos eljárás és a végrehajtási záradék kiadása bírósági hatáskörbe kerüljön vissza. Itt már a tartozás jogszerűségét is azonnal vizsgálni tudnák, és nem kellene ellentmondással élni az adósnak. Addig pedig az elvtelen közjegyzők legyenek kötelesek az adós levelezési címét felkeresni, hogy mindenki időben ellentmondással tudjon élni a jogszerűtlen követelések ellen.